2016. szeptember 1-én a Zsidó Kulturális Fesztivál keretében a Bálintházban rendhagyó kiállítás megnyitón vettünk részt. Mandur László fotóművész képeit először egy hatalmas vászonra vetítették a több mint 100 néző elé, majd a művész intésére a falon lévő képeiről lekerültek a fekete leplek, és személyesen is megtekinthetővé váltak a Mystic Dreams Holocaust című tárlat darabjai. Mint stábunk megtudta, ez a kiállítási anyag egy sorozat első része, mely az álmok, akár rémálmok, akár vágyálmok, remények, félelmek kivetüléseinek fényképekbe komponált alkotásai lesznek. A holokauszt témájának alapanyagát az Auschwitz-Birkenaui tábor kiállításának fényképei jelentették Mandur László egyéni és egyedülálló technikai feldolgozásában. A képek egyedi vörös-fekete világa mélyíti a szemlélő megrendültségét a képeken látható fájdalommal, félelemmel kapcsolatban. Először is arról kérdezném a művész urat, hogy hogy kapta a kiállítás ezt a címet, mert a holokauszt szó az egyrészt értjük, másrészt viszont talán nem is kellett volna hozzátenni, hogy ha ránézünk a képekre. A Mystic Dreams-ről, ha mondana pár szót nekünk. A Mystic Dreams egy sorozat. Sorozat lesz pontosabban. Ennek az első darabja vagy sorozata a holokauszt. És hát ahogy magyarra fordítva használják, hogy misztikus álmok, tehát különféle álmokról fog szólni ez a sorozat. Ez most a holokausztról szólt, mint egy ilyen álom, ami egy rémálom természetesen. A további sorozat elemekről még hadd ne szóljak semmit, mert azért ettől lesznek majd kicsit ugye a felszabadultabb és nem ennyire depressziós vagy szorongós álmok is, mert az ember ilyen, hogy néha álmodunk rémálmokat, de néha vidám dolgokat is szoktunk álmodni, álmodunk a gyerekkorunkról, a szüleinkről és még sok minden egyébről, úgyhogy nem mennék elébe. Szóval ez egy sorozatnak az első darabja, a Mystic Dreams Holocaust. Egy rendhagyó kiállítás megnyitón vettünk részt, ahol először a képeket egy vetítés keretében nagyon gyönyörű zenei aláfestéssel hallgathattuk, láthattuk. Lehet, hogy ez csak engem csapott be, de megnézve a vetítésen és utána a képeket a falon, nekem valahogy máshova esett a szemem fókusza, tehát egy kicsit másképpen láttam a képeket. Így van ez, vagy csak én tévedek? Ez abból is fakadhat, hogy a kiállítás kurátora Kincses Károly fotomuzeológus, ami a falon látható, és amilyen sorban vannak összerendezve a képek, az is egy történet, ugyanabból a képanyagból természetesen. És én úgy szoktam együtt dolgozni Kincses Károllyal, hogy én szabadon hagyom az alkotó tevékenységét. Én általában nem nagyon szólok bele abba, hogy hogy gondolja, hogy látja ezt. Én közös alkotó munkának tekintem. Ezért valószínűleg, ahogy ő érte meg ugyanezt, abban a 21 kiválasztott képben, amit ő választott ki, abból én csináltam mindazt, amit vetített formában lehetett látni, és ugye az egy másfajta sorrendiséget is tükröz, mint mindaz, ami a falon látszik. Ez valószínűleg persze abból is fakad, hogy a terem adottsága az, hogy nem lehet körbejárni, hanem ugye két oldala van ennek, diszkréten egymástól elválva, tehát nekünk meg kellett azt is oldania, és nem követhette a vetített képek sorozatát, hogy mind a két fal külön-külön is éljen, és bírjon mondani valóval, úgyhogy ebből fakad ez a picit, ha úgy tetszik, hangsúlyeltolódás akár egy-egy képtér vagy képpároknál. Még a hozott anyagról szeretném kérdezni, ön is mondta, hogy ugyanabból az anyagból merített, illetve ugyanazt használja. Mi ez az anyag, vagy hol találtam, és használja-e még az elkövetkezendőkben? Az anyag egy jó része, hogy annyiban saját felvétel, hogy Auschwitz-Birkenau-ban készítettem, amikor ott jártam, nem egyszer jártam ott, és a saját képanyagom felhasználásával
ami ott megtalálható. Ez látszik a reprókon is, tehát természetesen az időtájt nem tudtam fotografálni, hiszen ez ugye lehetetlenség, de az ottani archív anyagokból lehetett fotókból, elkészült fotókból kivenni apró olyan részleteket, amit én fontosnak tartottam, és direkt kiszerettem volna emelni azzal, hogy mindent eltüntetek mellőle, ami azon az adott képen én fölöslegesnek tartottam, vagy a dolog szempontjából nem tartottam lényegesnek. Úgyhogy ezek nem egy az egyben képek, még abban az esetben sem, ha valamelyik régen elkészült fotóról készít, hanem abból kivett kis részletekről szól. A technika, hogy miért ilyen misztikus ez az egész, és főleg a számítógépen nézik majd meg, hiszen fönt lesz nem sokára most már az interneten is a teljes anyag, akkor az lesz a meghökkentő élmény, hogy olyan, mint a háromdimenziós lenne, pontosan a monitor háttér megvilágítása miatt. Ez nagyon érdekes. És ez azért van így, mert nem a számítógépen készült el ez a vörös árnyalat, és ez a fajta torzultság, ami látszik a képeken, hanem a felvétel során. Hogy ez hogy készült, hadd legyen az én titkom, mert mégsem árulhatom el, hiszen az egész Mystic Dreams sorozatomnak az egyik leglényegesebb eleme lesz, hogy ezt a általam használt és eddig talán másnál nem nagyon látott eljárást szeretném még tovább fejleszteni, és természetesen nem csak vörösben, hanem más színekben is. Meddig pont erre kérdeztem volna még rá, hogy az első, ami rögtön feltűnik, amikor az ember akár a képeket nézi, akár pedig a vetített anyagot látta, hogy ugye azt szoktuk meg, vagy legalábbis az a szokványosabb talán, hogy fekete-fehér képeket, vagy ilyen ódonizált, barnásra színezett, tárnyalt képeket szoktunk látni a holokausztal kapcsolatban, hanem real dokumentumokat, hogy ez az ötlet, vagy ez a vöröses narancsos árnyalat, ez miért pont ez, vagy ehhez miért? Hát ez az erős vörös, ez azért is lett vörös, mert a diktatúrák nagyon szeretik használni a vörös színt, ha megfigyelték. Tehát a náci Németország is előszeretettel, főleg a feketét a vörössel, hát meg kell nézni a zászlóikat. De ugyanez volt a kommunista diktatúrák idején, és a vörös színek a dominanciája. Ráadásul a vér az a vér vörös szín, a vérvörös szín, ugye ez a vérnek is a színe. Tehát ebben a értelemben nagyon összetalálkozott ez a szín, és ez a fajta megvalósítás azzal, amit szerettem volna a kiállításon is hozni. Úgyhogy ezért lett ennyire monokrom, mert hát ez is egyfajta monokrom, hiszen fekete és vörös. Mandur László 14 éves kora óta fotografálja tudatosan a világot. Látásmódját és technikai tudását ismert fotóművészektől és a szakirodalomból sajátította el. Az építőmérnöki tanulmányai során megszerzett magas szintű ábrázoló geometriai és építészrajzi ismereteit tudatosan használja a képalkotói folyamatokban, a kompozíciók kialakításában. Mystic Dreams Holocaust című kiállítása szeptember 18-áig tekinthető meg a Bálint házban.